Ne légy szeles, bár a munkádon más keres, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Ezzel a József Attila verssel köszöntötte a szívíró verseny résztvevőit és a megjelenteket Dánielné Kacsó Andrea, a Szent Pál Marista általános iskola igazgatója. A versenyre nem csak karcagi gyerekek, hanem a környékbeli városok iskoláinak tanulói is leadták nevezésüket. A részletekről Tőkésné Szendrei Andrea intézményvezető helyettes tájékoztatta televíziónkat. Ez a verseny hátrányos helyzetű tanulóknak, SN és BTMN-es tanulóknak került meghirdetésre. Ez úgymond hagyomány iskolánk életében ez a verseny, bár a Covid-ra való tekintettel már régebben volt, viszont szeretnénk hagyományt építeni ebből a versenyből. Több iskolából jöttek jelentkezők, elsőtől nyolcadik évfolyamig van meghirdetve ez a verseny. Karcagi intézményekből, Kisújszállásról és talán Tiszafüredről érkeztek versenyzőink. Tőkésné Szendrei Andrea hozzátette, hogy a költészet napja József Attila nevéhez köthető, így minden tanuló egy a költő által írt verset kapott feladatként. Ezt kellett lemásolniuk gyönyörű szépen kerekbetűkkel egy lapra, és azután ezt zsűri értékelte. A gyerekek a nyelvtanórákon és a napközis foglalkozásokon is gyakoroltak a versenyre. Lelkesen készültek, hogy minél jobban meg tudják oldani a feladatot. A pedagógust arról is kérdeztük, hogy mi a verseny legfőbb célja. Tudva levő, hogy ezek a gyerekek ugye hátrányos helyzetűek, SN és BTMN-es gyerekek, nekik kevesebb verseny van meghirdetve, és ezért ez egy nagyon pozitívan élik meg, hogy ők is számot tudnak adni valamelyest a tudásokról, a tehetségükről, és ez nyilván ez pozitív nekik is, meg nekünk is, hogy tudjuk a gyermekeinket versenyeztetni. A képek ékes bizonyítékai annak, hogy a gyerekek szépen, nyugodtan próbálták megoldani a feladatot. Szép kerekbetűkkel és hiba nélkül írták le a pedagógusok által kiválasztott József Attila verset. Minden versenyzőnek ezúton is gratulálunk.